Szerinted fontos-e, hogy az állampolgároknak egyenlő beleszólása legyen a közügyeik intézésébe? Szerintem nem. Szerinted nem? Aha, és miért nem? Mert szerintem ehhez a magánember kevés, és inkább ehhez szakembereket kell felfogadni, akik sokkal jobban értenek ahhoz, hogy az átlagnak mi a jó, nem pedig egyéneknek. Az egyenjogúság az egy teljesen alapvető feltétel ahhoz, hogy az emberek harmonikusan tudjanak együtt élni. Ez természetesen alkotmányos joga lenne egy állampolgárnak egy demokratikus ország. Mindenkinek megvan a lehetősége, hogy elmenjen szavazni. Mindenkinek ugyebár ugyanannyi joga van, mint ha sima állampolgár, mint szavazni, mint bármi másba beleszólni. Hogy a kis kerületekben kevesen választanak meg egy polgármestert, és akkor nekik nagyobb a beleszólási joguk. Nem lesz egyenlő a szavazati joga egy 13. kerületinek, meg mondjuk egy olyan kerületben, ahol kevesebben élnek mondjuk az 5. kerületben. Ezen lehetne változtatni, kellene változtatni, nem tudtam erről eddig igazából, hogy őszinte legyek, de sajnos ezen nem nagyon tudunk. Akkor a budapestkirályság.hu-ra, ha rámész, egy kattintással lehet egy panaszt beadni az ombudsmannak, ami azért van, hogy ő egy változást kezdeményezhessen ebben az ügyben. Meg fogod nézni ezt az oldalt? Természetesen, és támogatlak titeket. És be fogsz adni egy panaszt az ombudsmannak? Be. Ha ezzel tudok segíteni, akkor igen.